Számos oktatási intézmény számára okoz nehézséget az idéntől szigorúan alkalmazandó fejkvóta rendszer, köztük elsősorban a vidéki tanintézményeknek és a napközi otthonoknak, ahol valószínűleg több pedagógust érint majd a katedra csökkentés vagy szűkítés. Bartolf Hedvig főtanfelügyelő elmondta, Hargita megyét sem kerüli el a költségvetés csökkentése érdekében hozott szigorítási intézkedések sora. Például ebben a fél évben alakítják ki a következő tanév katedráit, és bizony lesznek olyan esetek, amikor katedra csökkentésre kerül sor, ám igyekeznek megoldást találni a helyzetekre. Nincs kizárva, hogy több tíz pedagógus is fog ezt érinteni, de ez nem azt jelenti, hogy az utcára kerül, hanem az, hogy esetleg átalakul a katedrája, vagy hogyha valaki kétszakos, akkor például mind a két szakból lesznek órái, vagy átkerül mondom egy szomszédiskolába, tehát mindenféle megoldás lehetséges, és mi azon vagyunk, hogy segítsünk a kollégáknak a helyzetüket megoldani. A hétvégén egyébként Megyingben járt Rémusz Prikopie tanügyminiszter, aki megnyugtatta az érintett hatóságokat, hogy egyetlen címzetes pedagógusi hely sem szűnhet meg pénzügyi okok miatt, és egyetlen kisebbségek számára létrehozott vidéki osztály sem. Ugyan a magyar tanítók bérezése is szóba került, ám biztosat ebben a kérdésben egy válaszlevél után tud mondani a Hargita megyei főtanfelügyelő. Én úgy találtam jónak, és konzultáltam ilyen célból a szakszervezeti felelősökkel is, hogy forduljunk a tanügyminisztériumhoz, és kérjünk onnan egy nézőpontot, kérjünk onnan egy véleményt. Ez meg is történt, még a múlt hét előtt elküldtük a tanügyminisztériumba az ilyen jellegű kérést, és ugye 30 napon belül remélem, hogy megjön a válasz. Én úgy tudom, hogy Hargita megyében még senkinek se vártak le egy órát sem, de hogyha ne talántán megtörtént volna, akkor gondolom, hogy az a papír, amit majd a minisztériumtól kapunk, majd helyre teszi a dolgokat. Ismét terítéken van az igazgatók óra kötelezettsége is. Várhatóan ebben a témában is a napokban derül ki az igazság. A tanügyminiszter ugyanis azt ígérte, a héten rendeletben fogja szabályozni a kérdést. Bartolf azt reméli, a rendelet minél kevesebb kötelező óraszámot ír majd elő az igazgatóknak, hogy idejük zömét az intézmény körüli teendőkre fordíthassák az intézményvezetők. Gondolom, hogy más főtanfelügyelő és egyáltalán minden normálisan gondolkodó ember ezt így látja, hogy úgy jó, hogyha visszatesszük a régi kerekvágásba a dolgokat, hogy az igazgatók maradjanak meg a kevés normával, tehát a kevés órával, és az idejüknek a nagyobb része azt tudják a menedzsment kérdésekre fordítani. A ma kezdődött második fél évben leghamarabb április 12-én mehetnek vakációra a diákok. A tavaszi vakáció április 22-ig tart majd. Ezután megszakítás nélkül zajlik a tanítás egészen a nyári szünidőig, amely június 21-én kezdődik és szeptember 14-ig tart.